94 óta működik az Európa Ház, nagyon sok minden ment keresztül. Először valóban egy ilyen közösségi tér volt, aztán nem sokára egy nemzetközi nyári egyetemet indítottunk el, és a városnak is az volt a törekvés, hogy ezt a csodálatos épületet töltsük meg emberekkel, tudománnyal, kultúrával, és persze hát ennek a finanszírozását is oldjuk meg. És tulajdonképpen ebből a folyamatból soha nem szálltunk ki, ez valamilyen módon mindig előre ment. 2012-ben volt egy fordulat, amikor egyébként egyszer a Pannon Egyetem akkori rektora is ránk talált és felajánlott együttműködést, és a hát Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor akkor egy nagy fesztiválon vett itt részt, és alkalmunk volt, hosszú évek óta nem tudtunk beszélni, de akkor alkalmunk volt arra, hogy bemutassam neki, hogy mit csináltunk, illetve hogy mit gondolok én, hogy kőszegből mit lehetne csinálni, és ez úgy látszik, hogy az ő fantáziáját megragadt, és ezt támogatta. Úgy tűnik, hogy ez az elképzelés, ez most már komoly együttműködéseket is maga után von, vagy involvál. Itt 6-7 város kezdett el a Pannon Városok Szövetségében hatékonyan együttműködni. Ezek mindegyik egyetemi város is, és most, hogy napirendre került egész Nyugat-Pannonia, vagy Észak-Nyugat-Magyarország gazdasági, infrastruktúrális, stratégiai fejlesztése, ebben ezek az egyetemi központok, tudásközpontok nagyon fontos, aktív és dinamikus szerepet tudnak játszani. Ma már arról beszélünk, hogy Hédervároron és Keszthelyen is legyen az IASC-hoz hasonló tudásközpont. Attól kreatív egy város, hogy a közössége magától belülről törekszik arra, hogy nem csak a fennmaradását, hanem a versenyben maradását biztosítani tudja. Nehéz helyzetekben, egy kisváros esetében, a nagyobb városokkal szemben még kreatívabbnak kell lenni. Kőszeg esetében az azt jelentette az elmúlt 100 évben, hogy új és új olyan intézményeket talált ki, amelyek vonzerőt gyakoroltak a turizmus területén, az egészségügy területén, az oktatás területén, és elsősorban az oktatás az a közeg, amely Kőszeg kimagasló, és nem véletlenül hívja magát iskolavárosnak. Valóban egy ilyen bürger, saft, egy igazi városi polgárság tudott létrejönni. A bürger, a burger az azt jelenti, hogy egy olyan polgár, akinek van egy vára, városos. És ez a vár, ez is szerintem része ennek az identitásnak. Várváros, úgy is mondják. És hogy ez a vár meg tudott maradni, hogy soha nem, se világháborúk, se janicsárok nem tudták lerombolni. Úgy veszem észre, hogy kőszegiek nagyon büszkék erre, és nagyon jó néven veszik, hogy a legszebb, legfontosabb épületeiket sikerült felújítanunk. Ez a magyar kormány részéről egy nagyon komoly felismerés. Nem tudok ilyen hasonló példát mondani még.